Nem túl sűrűn fordul elő, hogy egy olimpiai, világ és Európa bajnok egykori sportoló tartson edzést Püspöklarányban. Nos, a múlt héten szombaton sor került rá, hiszen dr. Hegedűs Csaba a hajdani Tuskirály tartott foglalkozást a Gellér Sándor sportcsarnokban. Az esemény pedig egy egyhetes nemzetközi edzőtábor volt, amelynek megrendezésére nyert el korábban egy pályázatot a püspöklarányi nehéz atlétikai ese, s amelyet az elmúlt héten Karfiolfül összefogás néven valósított meg városunk birkózó csapata. A Kárpát-Pelencében élő magyaroknak hirdettük ezt meg. Volt egy pályázat az emberi erőforrás támogatás kezelő által. Mindig már tavasz elején már keresgéljük a lehetőségeket, hogy hogyan lehet egy olyan edzőtábort megcsinálni, amelybe ugye minél több gyereket be tudunk hozni, minél több tehetséget be tudunk hozni, és azért a barátainkat, akár külföldiek, akár mentiek, itt vendégül látjuk úgy, hogy ez hasznos is legyen a birkózás szempontjából, és most sikerült egy olyan pályázatot megírnunk, összeraknunk és elnyernünk, amely kicsivel több mint 4 millió forintot eredményezett, és ebből csináltuk meg az egész edzőtábort. Itt a kempingben van a szállás, ugye fürdőben meg tudjuk oldani a fakultatív programokat, itt a sportcsarnokban meg tudjuk oldani az edzést. Ugye, hál' Istennek mind a három szőnyegünk le van rakva, fixen, nem kell pakolásznunk, úgyhogy ez egy jó lehetőség a gyerekeinknek. Itt most jelen pillanatban 8 csapat van, ebből külföldi csapat jött Marosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről és Beregszászról. És ők mind magyarok, csak kívül vannak. Hál' Istennek mindegyik tud magyarul, beszéli, és az is voltam ugye a pályázat feltétele, az egyik feltétele, hogy külhoni magyarok is legyenek benne. Na most ez számunkra azért is fontos birkózás szempontjából, mert ez évben már úgy lett meghirdetve a magyar bajnokság, hogy külhoni magyarok is elindulhatnak benne, és ezért gondoltuk azt, hogy nekik is egy kis felkészítés. Természetesen a szakmai programban is van egy olyan, amelyben a szabályismeretet felfrissítjük neki, a helyi viszonyokat, a magyar bajnokságok menetét elmondta, ugye Szabó Bence nemzetközi bírónk elmondta nekik, hogy hogy van. És így kovácsoltunk össze szerintem egy nagyon fantasztikus jó kis közösséget. 63 gyerek van bent mindenestől, és ahhoz van 18 kísérő, ugye mindegyik csapathoz két kísérő, egy edző. Ezen az egyhetes edzőtáborozáson kizárólag a meghívott klubok kiemelkedő tehetségű birkozói vehettek részt. A már említett határon túli csapatok, no meg a ladányi részvevők mellett hajdúszoboszlói, balkányi és gyöngyösi utánpótláskorú birkózók voltak a tábor lakói. A fiatalok fő időtöltése természetesen a birkózás volt, ám emellett jutott idő számos más programra is. Hétfőn délután a strand adta lehetőségekkel, a strandon belül egy csapatjátékos, csapatépítő tréninggel kezdtük meg az edzést. Edzésrendszert, gyerekeket úgy szétdobáltuk, egyesületek, nem egyesületek szerint, hanem úgy darabra szétdobáltuk, hogy szokják egymást, szeressék meg egymást. Nagyon jól sikerült kis első napot tudtunk magunk mögött, nagyon jól összeállt a játék, utána a gyerekek másnap már egész más csapatok alakultak ki, mint előtte. Kedden már délelőtt szőnyegedzésünk volt, itt már szakmai munka történt, minden edzést más edző irányít, úgy külföldről, hát a székelyudvarhelyi edzőkollega, a gyöngyösi edzőkollega, Karcagról a Pityók tartott még edzést, Szabó Bence, Mester Lajos Kamáról, illetve Tóth Jani volt még lent, aki edzést tartott a gyereknek, illetve hát, mint most látszik, az olimpiai bajnokunk, a volt elnökünk, a dr. Hegedűs Csaba tisztelt meg bennünket azzal, hogy ezt a mai napot a gyermekek tudásának szenteli, fejlesztésének szenteli. Emellett meglátogattuk a nemzeti parkunkat, a daruvonulásról sokat hallottunk már, most meg is néztünk, a kisebbik kört lesétáltuk, már csak sétáltunk, az edzés után már elég volt a gyerekeknek. A köztes programokban strand szerepelt, azt imádták a gyerekek, bár volt olyan nap, amikor már maguktól kijöttek a vízre, akkor már fáradtak voltak. Edzések,
kötött, illetve szabadfogásba, amik megvoltak, illetve hát a helyi labdarúgó egyesület vezetői és játékos edzést szerveztek, emellett pingpong, horgászat, a kempingben a Szilágyi és Sanyi íjászattal kedveskedett a gyerekeknek. Szóval sok-sok betét programmal próbáltuk érdekessé tenni, hogy ne csak kimondottan a birkozás legyen és birkozás, hanem valóban a határok bővítettük, hogy nem külföldiek, hanem minden magyarok vagyunk, és játszottunk együtt, küzdöttünk együtt, és hát az itt megszerzett tudást az őszi magyar bajnokságokra fogjuk majd átvinni. Ahhoz, hogy ezt a pályázatot megnyerhessék, és az edzőtábort megvalósíthassák birkózóink, számos feltételnek kellett megfelelniük. Ezek egyike volt, hogy egy országosan elismert szakember támogatását kellett megnyerniük. A pályázati anyagba bele kellett rakni egy országosan elismert embert, aki felkarol bennünket, vagy aki edzést tart, vagy aki bármilyen részt vállal ebbe az egész edzőtáborba. És ugye dr. Hegedűs Csabával nekünk már nagyon régóta baráti és szakmai kapcsolatunk is van, és hál' Istennek elvállalta ezt a szombati napot, úgyhogy nagyon örülünk neki. A mai nap két edzést tart a gyerekeinknek, helyesebben az egész tábornak, plusz egy ilyen motiváló tréninget is fog tartani egy olyan 1-1.5 órába, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy Csaba bácsi megtisztelt ezzel bennünket. A Szabó Csabi barátom keresett meg azzal, hogy itt van a nyári edzőtábor, több külföldi résztvevővel, és hogy megtenném azt, hogy lejönnék, és elméleti és gyakorlati edzést tartanék, és örömmel tettem eleget. Először is szeretek Püspökladányba jönni, nagyon jó kapcsolatom van a birkozó szakosztállyal, és hát nekem a birkozás az életem. Több mint 60 éve vagyok benne, és hát öröm itt lenni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy rájuk is fér egy kis elgondolkodtató edzés, hiszen nem csak gyakorlatokat veszünk át, hanem az én elméletem az, hogy gondolkodó birkozót kell nevelni, és ennek remélem az alapjait teszem. Délután a folyamán egy elméleti beszélgetés is van a srácokkal. Itt miről van szó? Hát a birkozásnak az elméleti részét szeretném átadni a birkozásba belépő gyerekek fejlődése 8 éves kortól a 20 éves korig. Ezt szeretném elmagyarázni, illetve elmagyarázni azt, hogy mire kell nekik odafigyelni, hiszen a birkozás az egy fantasztikus gondolkodást igénylő sportág, hiszen a test az csak egy végrehajtó szerepet tölt be, minden az agyban, a gondolkodásban születik meg, és erről akarok nekik előadást tartani. Az, hogy ön olimpiai, illetve világbajnoki címmel rendelkezik, az az ilyen kis eseményeken mennyire ösztönző a gyerekek számára, ön hogy látja? Hát ezt végül is nem én tőlem kell megkérdezni, de számomra rettenetes nagy élmény, mai napig ható élmény, amikor először láthattam Papp Lászlót, háromszoros olimpiai bajnoka körül volt, vagy kezet foghattam Puskás öcsivel, aki később a barátom volt, és hát felnőtt fejjel megéltem azt a helyzetet, amikor Papp László, Puskás öcsi bácsi, Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó megkerestek, és kértek, hogy legyek a Halhatatlanok elnöke. Hát egyből visszaugrott az agyam a 8-5-6-8 éves koromig, amikor ugye apukám még kirakták Sárváron a rádiót az ablakba, és hallgattuk Puskás és Cibort és a többieket. És ezt megélni, hát ez egy fantasztikus dolog. És hát Papp Lászlóval együtt pedig együtt voltunk szövetségkapitányok. Az én életemben ezek a találkozások fantasztikusak. Remélem, hogy adok olyat a gyerekeknek, amitől ők is későbbiek folyamán gondolkodnak, és gondolnak jó érzéssel és jó szívvel a mai találkozásra. Önnek személy szerint egy ilyen edzésnek a megtartása mit jelent? Hát azért én már
kinőttem a edzés vezetésből, természetesen, hogy ezt soha nem lehet elfelejteni. És hát 1979-ben a világ legjobb edzőjének választottak, tehát van némi tapasztalatom benne. Nagy örömet okoz, mert ebben a másfél-két órában, amit itt a gyakorlatban eltöltünk, és azt látom, hogy egy kisgyerek egy mozdulatot javított az addig hibásan végzett technikai elemén, akkor ez nekem boldogság. És korábban, amikor megcsináltam a Mr. Tush iskolát, akkor csak végigmentem a terembe, és bementem az irodámba, és akkor behívtam a edző kollégámat, és mondtam, hogy ott hátul a Józsika, a másik, a harmadiknak a keze, a feje, és egy fél év után szerintem, te ezt honnét látod? Hát úgy, hogy értek hozzá, és a szemem hozzászokott, mint a vadász, hogy előbb vesz észre a vadat a természetben, mint egy civil ember. Hát én így vagyok a birkózásra. Az egyhetes edzőtábor programjait természetesen úgy állították össze a szervezők, hogy minden téren maradandó élményeket nyújtson a résztvevők számára. Ezt végül is abszolút sikerült megvalósítani. A Székelyudvarhelyről érkeztünk, 9 sportolóval, 2 felnőtt érkeztünk, és korábban már jártunk ide többször versenyre, Püspök Ladány is járt hozzánk versenyre, és most elfogadtuk ezt a táborozási lehetőséget, amit felkínált a Püspök Ladány Egyesület. Nagyon jól érezzük magunkat, a házigazdák kitettek magukért igazából. Szabó Csaba, elnök úr ténylegesen minden megtett, hogy jól érezzük magunkat, kényelmesen érezzük magunkat. Napi 2 edzés folyik itt a birkozóterembe, azon kívül kint a strand területén különböző foglalkozások vannak, elkezdve a homok, a strandbirkozástól, a futballedzésig, a futballlabda vezetésig. Tényleg minden megvan adva, hogy jól érezzük magunkat. De ez az edzőtáborozás, ez felkészülés a következő versenyévre. Már is jövő héten kezdjük a versenyzés, meghívást kaptunk Balkányból, aminek eleget is teszünk, és persze csatlakoztatjuk az otthoni sportolókat az edzőtáborozókhoz, és kezdjük el mi is a szakmai munkát. Csak úgy, mint a mieink, hiszen a székelyudvarhelyiekhez hasonlóan csapatunk is ott lesz ezen a hétvégén a balkányi szezonnyitó nemzetközi versenyen, amely remélhetőleg jól megalapozza majd az előttünk álló őszi sikereket.